Országgyűlési képviselői iroda nyílik Asszódon. Az új kirendeltséget 2015. november 28-án Vécsei László országgyűlési képviselő mutatta be munkatársainak, segítőinek a Galgamente fővárosában. A Pest megyei 6-os számú Gödöllői központú választókerület az ország egyik legnagyobb választókerülete. Budapest határától a Pest megyei megye határig tart a választókerület, tehát Kistalcsától Versegig, és kelet-nyugati irányban pedig Hévízgyörgytől egészen Vászkisújfaluig terjed. Jól elkülöníthető két nagy egységből áll. A másik nagy egység az az Aszód központú Aszódi járás, és ennek az Aszódi járásnak a települései eddig talán egy kicsit távolabb voltak a Gödöllői központunktól. Az országgyűlési képviselők számára az országgyűlés lehetővé teszi, hogy egy-egy választókerületben maximum két irodát tartsanak fönn. A mai napnak a lényege, hogy az országgyűlés révén Aszódon ezt az irodát sikerült egy bérleti szerződés keretében kibérelni, és itt most a munkatársaim legközvetlenebb segítőim körében ezt így nem hivatalosan át is adtuk. Az iroda Aszód központjában található, jól megközelíthető. Ahogy Vécsei László fogalmazott, a helység minden szempontból alkalmasnak tűnik arra, hogy az Aszód központú választókerületi részt, alapvetően a Galgamentét, közéleti szempontból, illetve az országgyűlési képviselő elérhetősége szempontjából támogassa. Az az elgondolásom, hogy az Aszódi irodában a munkatársaim, segítőim révén folyamatosan itt legyen, jelenlétünk legyen, az itt lévők szervezni tudják az aszódi látogatásaimat, szervezni tudják az aszódi és a galgamenti polgárokkal való kapcsolattartásomat, a fogadóráimat itt fogom tudni tartani, és ezt nem csak Aszódra korlátozva, hanem az egész Galgamente minden településére ki lehetne terjeszteni, hiszen nem nagyok a távolságok, Aszód nagyon jól elérhető erről a területről. Tehát összességében azt remélem, hogy ahogy ez az iroda a végleges berendezése meg lesz, és belakjuk, akkor nagyban segíteni fogja azt, hogy az Aszód és Galgamenti polgárokkal az országgyűlési képviselő kapcsolattartás intenzívebb és hát jobb legyen. Mivel hogy a Galgamente fővárosában, Aszódon vagyunk, tehát a Galgamente központjában, ez az országgyűlési képviselő úrnak is nagy lehetőség arra, hogy könnyebben tudjon kapcsolatot tartani a választóival, az emberekkel. Nekünk pedig azért nagy lehetőség, mert itt lehetünk, szervezhetünk ide rendezvényeket, és ezáltal egy folyamatos kapcsolatot mi is tudunk ápolni az aszódiakkal, és persze a környékbeli településeken működő Fidesz szervezetek is nyugodtan jöhetnek ide, tarthatnak itt rendezvényeket, közös rendezvényeket tarthatunk, közös megbeszéléseket. Tehát szerintem ez egy ilyen együttes, közös munkának a Galgamentén lehet egy helyszíne. Az új irodában elsősorban a Szód és a galgamenti települések polgárait fogják majd fogadni. Remélem, hogy az elkövetkező időben ennek az irodának a segítségével a ti eddig is tapasztalt lelkesedésetek révén a Galgamente az országos közéleti vérkeringésbe, az országgyűlési képviselővel való kapcsolattartás, a veletek való kapcsolattartás révén még inkább be fog kapcsolódni. Hasznára válik az egész Galgamentének, Aszódnak, ennek az irodának a megléte.